Az ugyari iskolába várták a városrészben élőket közbiztonsági fórumra. A város polgármestere elmondta, bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága a testületi ülések előtt bevezetett lakossági félórának, hiszen a legutóbbi eredménye lett ez a találkozó. Ugye, ami azon a lakossági félórán elhangzott, annak megfelelően én a kapitányúnak egyrészt felajánlottam egy KMB irodának a létrehozását, illetve kértem, hogy válaszolja meg a ezzel kapcsolatos problémáknak a megoldását. De pont ma kaptam meg a választ, és utána egy telefonon beszéltem is. A KMB irodáról kapcsolatban igény nem merült föl, részletezte, hogy miért, illetve az volt a javaslata, hogy üljünk le és nézzük meg, hogy kamerák kihelyezésével mennyibe tudjuk visszaszorítani itt ezeket a negatív dolgokat, amik elharapoztak az elmúlt időszakban. Ez a jövő héten szerintem meg fog történni. Elmondta, az önkormányzat fog forrást találni a kamerák kihelyezésére, de sokat segíthet az is, ha a lakosok maguk is felszerelnek hasonló eszközöket. A fórumon részt vett dr. Ferenci Norbert önkormányzati képviselő is, aki egyrészt beszélt az öreg szőlői tapasztalatokról, arról ott hogyan fékezték meg a bűnözést, valamint felhívta a figyelmet arra is, az önkormányzat közbiztonsági keretéből lehetőség van kamerák beszerzésére is pályázni. Tar Felicián, a városrész önkormányzati képviselője pedig elmondta, kezdeményezésére a testület hozzájárult 2 vadkamera beszerzéséhez, ami a mezőrök munkáját segíti majd a területen. A rendőrség pedig még sűrűbben és aktívabban jelenik meg a városrészben, amellett, hogy folytatják az eddig is már eredményeket hozó munkát. Látják, tudják, hogy jelen vannak ebben a városrészben a könnyen és olcsón beszerezhető designer drogok. És az is látható, hogy ezek beszerzése miatt követnek el többen is vagyon elleni bűncselekményeket. Nyilván a fogyasztók azonosítása mellett az a célunk, hogy ott a terjesztőket, modern nevén dílereket is eljárás alá vonjuk, akik ezeket itt terjesztik, idehozzák. Már tettünk lépéseket, és azt gondolom, hogy a közeljövőben ebben majd láthatják is, hogy fogunk intézkedéseket tenni, realizálásokat. Jó nyomon vagyunk, azt gondolom. A vagyonelleni eljárások nyomozása során és vizsgálata során is fölmerült az, hogy vagy az orgazza felé eleve ezért értékesítik a eltanított kisebb értékű tárgyakat, vagy pedig a megkapott pénzt költik arra, hogy a fiatalok ilyeneket fogyasszanak. Juhász Tibor arról is beszélt, a folyamatban lévő eljárások során kiderült, hogy egy elkövetőhöz annál is több bűncselekmény köthető, mint amennyi miatt maga az eljárás elindult. Egyre több a fiatalkorú elkövető, iskola helyett lopni járnak. Erről már az Ugyárban élő és maga is már áldozattá vált Utasi Beatrix beszélt. A lopásokra használják fel a kisebbeket, a fiatalkorúakat, hisz ők azok, akik nem büntethetők. 2-szer vette föl a kamera a betörésnél. Annyira kicsit, hogy szinte a karján hozta, és tette le, és tette be az ablakon, mint kiderült utána az eljárás során. De nem csak otthon, már a városközpontba tartó buszokon is egyre több az atrocitás. Sokat vár ettől a fórumtól, valami talán elkezdődött, mondta. Én előrelépésnek tartom, és azt gondolom, hogy egyáltalán az, hogy szót kaptunk azzal, hogy elmondhattuk a problémáinkat, hogy mi itt az igazi probléma, amin változtatni kellene, és ehhez eljuthatnak olyan szervekhez ezek a problémák, akik ebben tényleg tehetnek is valami előrelépést. Én bizakodom benne, hogy lehet ez még jobb, és tényleg lehet egy olyan jó hely, mint amilyen gyerekkoromban volt. Én is itt nőttem föl, ember lett belőlem, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a nevelőinken, az iskoláinkon. A most először megtartott lakossági fórumnak egyébként a tervek szerint folytatása is lesz, a tervek szerint pedig több más hatóság és szervezet bevonásával.